Izgalmas trópusi mintákat és nyári motívumokat hoztam a mai videómban, erre mutatok inspirációkat, elsősorban a nyár szerelmeseinek szánom, hogyha legalább annyira szeretitek a nyarat, mint én, akkor ezzel leveszlek titeket a lábatokról. Remélem, hogy tetszeni fognak ezek az inspirációk, akár képeket is alkothattok belőle. Én most egy kis csavarral a legtöbbből használati tárgyat készítettem, és ezeknek mutatom meg az alkotásá válását. Először egy nyári képeslapot vagy egy hangulatos képet fogok készíteni, amin egy citromfa részlete található. Ehhez kék, sárga és fehér festékre lesz szükségünk, akrilfestéket fogunk használni. Minden alapanyagot egyébként megtaláltok a Kalandor Inspi Boxban, de önállóan is beszerezhetőek a Csorbanta Shopban. Először ceruzával felrajzolom a kompozíciót, egy-két szabálytalan ágat húzok be, föntről, bal oldalról és jobb oldalról, és ezekhez kicsit ilyen gírbe-gurba szabálytalan leveleket is párosítok. Citromfa, olajfa, ilyen tipikus, trópusi, illetve mediterrán leveleket képzeljetek magatok elé, akár a Pinteresten is érdemes körbenézni. Úgy érzem, hogy most már jó sok levél van a rajzon, elkezdem felrajzolni a citromformákat is. A citrom tulajdonképpen egy tojás vagy krumpli forma, egy kicsit csücskösített véggel, úgyhogy így lehet magatok elé képzelni legjobban, amikor rajzoljátok. Egy kicsit ilyen ovális formát húzzatok el a végén egy ilyen apró csücsökkel, és ezekből legalább 4-5 mintát rajzoljatok erre a képeslapra. Ha nagyobb képet alkottok belőle, akkor természetesen jöhet még több citrom. A minta kifestését pont fordított sorrendben fogom kezdeni, és így is érdemes, a sárgát fessétek ki először, ezek vannak a háttérben, mindig a háttérrel érdemes kezdeni. Egy pici fehéret adok a sárgához, hogy világosítsam, ezzel festem meg az alapját, és aztán még egy pici fehér jöhet ugyanehhez a keverékhez, a citrom közepére, így az oldalsó egyharmadára inkább festek ebből ilyen kis szabálytalan foltot, hogy egy icipicit térbelivé tegyem a mintát. Ezt a lépést akár el is hagyhatjátok. A levelek alatti részt én nem festettem ki, de ha bizonytalan vagy még, hogy hova kerül pontosan levél, akkor nyugodtan fest ki, amikor ugyanis megszárad az akrilfesték, akkor a kék egy az egyben le fogja fedni. A levelek alatti részt én nem festettem le sárgára, de ha még bizonytalan vagy abban, hogy hova fog kerülni a kék levélzet, akkor nyugodtan fest le a telibe a citromot, ugyanis a sötétebb, intenzívebb, pigmentáltabb kék festék teljesen el fogja takarni a sárga részt, úgyhogy nincsen jelentősége, hogy kifested vagy nem. Most jön a legizgalmasabb része a festésnek, a vékony ágak meghúzása. 4-es ecsetet használtam, hogyha van vékonyabb, akkor azt is bevetheted. Egészen óvatosan fessél vékony ágakat, fesd meg ezeket a szabálytalan ágakat, és ezek végére a megrajzolt helyekre a kék leveleket. Ez a sötét kék az intenzív sárgával nagyon jól mutat együtt. Igazi mediterrán trópusi hangulatot kelt. Még egy kis apró részlettel véglegessé teheted a képet. A fehér festékből, hogyha megszáradtak a kék levelek, egy-két levélre fessél erezetet. A következő alkotás egy neszeszer lesz, amin a hullámokat egy kicsit geometrikus formában örökítettem meg. Ehhez most egyedül fekete textilfilcet használok. Először a mintát ceruzával rajzolom föl, ehhez használhattok akár körzőt, de az egy picit bonyolultabb. Én azt gondolom, hogy próbáljatok meg szabad kézzel húzni félköríveket. Nem baj, hogy nem tökéletes a minta, hiszen a kézzel készített dolgoknak pont ez a lényegük, hogy nem tökéletesen készülnek, hogy egy picit itt-ott elcsúszik, attól csak még egyedibb lesz. Ezeket a félköríveket egy pici átfedéssel húzzátok meg, mintha egy cserép mintát rajzolnátok föl. Hogyha ezzel készen vagytok, akkor kezdjétek el fekete textilfilccel megvastagítani a vonalakat, kiszínezni, és így haladjatok végig a mintán. Nem csak fekete-fehérben mutat jól ez a minta, hanem akár színes filceket is bevethettek. Egy halvány kék vagy egy halvány rózsaszín kiegészítéssel is nagyon-nagyon jól mutatna. Ha egy második színt is használtok, akkor érdemes néhány órát várni, hogy a fekete filc teljesen megszáradjon és ne keveredjen össze a két szín. 6 óra száradási idő után pedig a viszályán kell néhány percig vasalni a mintát, hogy egy mosógépben is mosható neszeszert kapjatok.
A trópusi levél minta még mindig nagyon trendi, már évek óta velünk van, és még ez ezen a nyáron sem változik meg, ezért arra gondoltam, hogy készítsünk egy kis nyári kulcstartót, vagy akár nyaklásznak is használhatjátok ugyanezt, hiszen egy nagyszerű medált lehet készíteni a zsugorfóliából. Először egy bögre segítségével rajzolok egy kerek formát, és ezen belül rajzolok fekete filccel trópusi leveleket. A kontúrok megrajzolása után óvatosan kiszínezem kétszínű zölddel a leveleket, vigyázok, hogy a kontúr és a színek ne mosódjanak össze. Közben készítek egy alternatív pálmalevelet is, egy második kulcstartót, amit csak zöld színnel rajzolok meg. Korábban az Inspirációk Csorbanitától csatornámon készítettem már olyan videót, ahol különböző trópusi levelek rajzolását bemutatom, akár ezt is megnézheted inspirációnak hozzá. Az elkészült mintákat óvatosan körbevágom, arra kell figyelni, az ollóhegye ne csukódjon össze, ugyanis ez törést okozhat ezen a zsugorfólián. A körbevágás után mehet a fólia sütőpapíron, előmelegített sütőben, 150-160 fokon, egy fél-egy perc alatt össze fog zsugorodni. Fontos, hogy még sütés előtt kerüljön bele egy luk, ennek is ugye a mérete csökkenni fog, úgyhogy akkora lyukasztóval készítsd, amekkora láncot vagy kulcstartot szeretnél átfűzni rajta, mert sütés után már annyira kemény az anyag, hogy nem lesz rá lehetőséged. Pár perc alatt ki is ür az alapanyag, ezután rászerelheted a kulcstartot, vagy fölakaszthatod egy nyakláncra. Egy igazi trópusi jelkép a kolibri, ez lesz az inspirációnk a következő képhez. A számokat fogjuk segítségül hívni ehhez a festési módszerhez, ehhez találtok egy letölthető sablont a csorbenta.hu oldalon, illetve a kinyomtatott kolibri képét megtaláljátok a Kalandor Inspi Boxban, egy kasírozott vásznon. Én most ezt fogom használni, ez egy 12,5x12,5 centis méretű vászon. Egy igazi kihívás ennek a kifestése, ugyanakkor egy nagyon jó mindfulness gyakorlat is, hiszen annyira kell koncentrálni az aprólékos minták kifestésénél, hogy egyszerűen nem tudsz mást csinálni, csak a jelenben lenni. A színkeverős táblázat szerint egyesével haladva keverd ki minden színt, és amint kikeverted a színt, festd is föl a megadott mezőbe. Egy-egy négyzetben meg van jelölve, hogy melyik színből nyomjál egységnyi adagot. Én azt javaslom, hogy egészen pici adagokkal dolgozz, hiszen ehhez a madárkához nagyon kevés festékkel. Az F betűbe értelemszerűen fehéret, az S betűbe sárgát, a K betűbe pedig kék színt nyomjál. A kék színnel még óvatosabban is bánj, inkább egy picit kevesebbet is nyomj az egységnél, mert egy nagyon intenzív, jól pigmentált akril festék. A letölthető sablon az én egyfajta elképzelésem ennek a kolibrinek a kifestésére. Nyugodtan kísérletezd ki a saját színeidet és a saját térképedet is, nem feltétlen kell pontosan ugyanezt megfesteni. Kíváncsi vagyok, hogy melyik volt ebből a négy alkotásból a kedvencetek, írjátok meg a videóm alá, hogy a további ilyen trópusi mintákra vágytok, akkor érdemes benézni hozzám Instagramon, illetve a másik csatornámon van ennek a videónak egy párja, az Inspirációk Csorbantától csatornán, ott további négy alkotást mutatok meg a Kalandor Inspi Boxból. Ne felejtsetek el feliratkozni az Inspirációk magazin csatornájára, hogy legközelebb is találkozhassunk. Sziasztok, szép kreatív napot!